Kedves regisztrálók, kedves résztvevők, mindenkit szeretettel tájékoztatok, hogy önöket arról, hogy milyen nagy összefogással Teljes Károly, Gergely Kovász, Zenit 8 Kft. Az Ita Virágból, és még nagyon sok-sok megnyitójára. Te vagy a tappancskutya, igaz? Úgy bizony. Hello! Köszönjük! Nagy örömmel köszöntöm itt az embereket az 5. veterános motoros autós találkozón Balatonfüstfőn. Ez az 5., ahogy mondtam, illeszkedik a Gombóc Fesztiválok sorába, és ez a második önálló ilyen találkozója, mert kinőtte a Gombóc Fesztivált, egész napos rendezvényre nőtte ki magát ez a rendezvény. Köszönet és hála Kerti Ferencnek, aki tavaly még itt volt, és az Egyesület alapításában részt vett. Javasolni fogom, hogy őről nevezzék az Egyesületet. Nagyon sok szép motor autó érkezett ide, gyermekkorainkat felidézi,
egy Danubiát találtam, én tanultam ezeknek a 70-es évek közepén motorozni. Azt hiszem, hogy egy tartalmas műsor, vélhetően jó idő, és sok-sok régi visszatérő és új vendég fogja köszönteni az 5. Balatonfüred Veterinárius Motoros találkozót. Bemutatását, ahol egyenként minden járműt be fogunk mutatni, remélhetőleg a tulajdonosával együtt és a járműnek a restaurátorával együtt. Utána, a bemutató után ezen a keskeny úgynevezett sirály sétányon fogunk felállni a felvonulásunkhoz. Nem megyünk ki oda a másik utcába, ahol tavaly voltunk, mert ott a koordinálás elég nehézkes volt. Itt helyszínen felsorakozunk. Az a kérésem, hogy aki végzett a jármű bemutatásával, az ott hátul forduljon meg, és menetirányba erre a kapu felé álljon be, állítsa le a motorját. Aztán, amikor együtt van a csapat, akkor 12-kor fogunk egy városnéző túrára elmenni és elvonulni. Délután, amikor visszaérkezünk, akkor megebédelünk. Várhatóan nagyon finom gulyást fognak főzni ott a gulyáságyúba, babgulyást. Ennek elfogyasztása után különböző vetélkedőket és ügyességi versenyeket fogunk tartani. Majd totó eredményhirdetés, egyéb eredményeknek a hirdetése. Egy szakmai zsűri fog itt szép csendesen, inkognitóban körbejárni és egyenként megvizsgálni a motorokat, majd az ő döntésük alapján a legszebb, meg a legjobban restaurált, stb. Motorokat fogjuk a végén majd díjazni. Ezek után pedig délután egy kis szabad idő, szabad program lesz. Hát reméljük a nap kisütés, akkor a strandra is el lehet látogatni, és ami még nagyon fontos, délután, illetve este, 21 órakor Benko Dixi koncert itt a strandon. Már most mondom mindenkinek, hogy ha olyan elviselhetetlen lesz az időjárás, hogy esik az eső, vagy szakad, vagy nem ilyen, mint most, hogy lehetetlen kint megtartani, akkor a József Attila utcában található kertmozi helyiségben fedett helyen ott lesz megtartva a koncert. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és megkérem a polgármester urunkat, hogy nyissa meg az 5. veterános találkozót itt a Balatonfüreden. Elnök úr, kedves vendégek, mindenkit tisztelettel köszöntök az 5. veterános autós motoros találkozó Balatonfüreden. És mikor reggel felkeltem, egy viszonylag hosszabb éjszaka után, mert tegnap egy gombóc fesztivál volt, amelynek ez egy tulajdonképpen az aranykapu rendezvénynek egy kiemelt rendezvénye a veterános találkozó is. Mikor felkeltem, akkor egyik szemem mosolygott meg a másik is, mert esett az eső, és minden megmagyarázom, hogy miért, mert hét előtt volt ez, és olvastam egy könyvet régen gyermekkoromban, egy svéd mondás volt, ha esik hét előtt, kiderül délelőtt. Hát én örültem annak, hogy esik, mert akkor nyilvánvalóan nem lesz eső délelőtt. Nyilvánvalóan ez bizonytalan az, hogy milyen idő lesz, de reméljük, hogy igen, jó idő lesz, és a programokat végig tudjuk csinálni. Amikor végigjártam motorokat, eszembe jutott nekem egy nagyapám, aki 1907-ben született és 7. gyermek volt a családban, és hogy neki volt vasája, és én azzal tanultam meg annak idején még zugban motorozni kiskoromban. Idősebbek talán a vasára emlékeznek, milyen kedves kis motor volt. De aztán megtaláltam azt a Danubiát is, amiben én megtanultam aztán igazából hivatalosan is motorozni, amelyet egy fajtában talált meg nagyapám az egyik barátjánál. Két évig a szalma fette, aztán hármat rúgott rajta és beindult. Hát a régiek azért tudtak még motort építeni, persze az újak is. És aki a régit megbecsüli, az örömmel tekint a jövőbe is, és átadja azt a tudást, amit a régiek megtettek. Azt nem kell eldugni, mert hatalma a régi motorok, a cindapmotorok mennek még. Kíváncsi vagyok, hogy a mostani motorok közül majd 30-40-50-60-ig, melyik fog menni. Hát én azt gondolom, hogy itt lévő emberek mind bíznak a jövőben, mert ápolják a múltjukat, így van a Balatonfüredfő is. Én örülök annak, hogy az Egyesület kinőtte azt a társult státuszt a rendezvénynél, hogy csapódott a Gombóc Fesztivál rendezvényeihez, és már a harmadik alkalommal talán önállóan csinálják az egész napos rendezvényt. Színesíti, gazdagítja a Füredfő életét,
színesíti a motor, illetve az autókat szerető emberek életét. Egyenez így, és mindig, amikor az öreg motorosokról beszélek, akkor mindig kicsit összeszól a szívem, amikor Kerti Feri bácsira gondolok, aki tulajdonképpen az egészet mozgatta annak idején, hogy most már nem lett köztünk, de mindig meg fogom említeni, és örülök neki, hogy a közösség is emlékszik rá. Jó szórakozást, tartalmas időtöltés, balesetmentes felvonulást. Hadd mondjam még azt el, hogy a felvonulás az beszédtéma már a településen, várják a népek, és már készülnek. Mikor értek majd a Radnóti utcában? Én mondtam, hogy a 12-10-11 felé vagyunk. Mondtam, majd figyelünk beteget és integetünk. Tehát várják önöket, jövőre is visszaváljuk önöket is nagyon sokáig. Ezen a fesztivált megint. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, és akkor én visszaadnám Incikének a szót, és rövidesen megkezdjük a járműveknek a bemutatását. Ehhez kérek mindenkit majd, hogy a regisztrációs sorszámának megfelelően készüljön a rampa elé, mert a rampánál fogjuk bemutatni a járműveket. Köszönöm szépen! Azért feltételezni, mert teljesen katonai felszerelés. Megint nem állt fel a következő. Köszönöm szépen!
Nagyon nagy szeretettel várjuk, nem csak a veterán található. Tombola húzására az eredményhirdetés után kerül sor, gyönyörű utalmány, virágutalmány, vásárlási utalmány is. Én szeretettel várunk, és látom, itt mellettem már készülődés folyik az információs és... You look as well, darling. I can't tell you, darling. Scarlet below, scarlet is red. Where she glows to, where Maggie does. And so the night raises red. I'm a psycho, Sunday morning. Like water, oozing light. Someone's taking round the corner. It did someone make the night. From a taxi boat by the midday, I see him back. Balatonfüstön vagyunk a veterán autós és motoros találkozón, már második éve, és a Gulyás ágyúba babgulyás készült a kedves vendégek részére. Ez most már azt mondhatjuk, hogy hagyomány, hiszen tavaly is itt voltunk és főztünk, és reméljük, hogy ez jövőre is így lesz, és reméljük, hogy mindenkinek nagyon ízlett a Gulyás ágyúban készült gulyásleves. Mindenkinek további jó szórakozást és jó étvágyat kívánunk az ebédhez. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Na tehát a szakácsnő barátnője vagyok, az ő meghívására érkeztem erre a veterán találkozóra. Fantasztikus, finom ebéddel várt minket, de nem csak minket, hanem itt ő látta el a vendégséget, és úgy hallottam, hogy mindenkinek nagyon ízlett, és én is csatlakozom a többiekhez, nagyon finom ebédet között. Még nem volt részem ilyen finom ebédben, úgyhogy örömmel fogyasztottuk a párommal. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kérdezd meg a kutyától, hogy ízlett az ebéd. Na hát üdvözlünk mindenkit itt Balatonfenyvesen, ezen a gyönyörű helyen, ahol ez a veterán autó-motor találkozó van. Mi a Benko Dixielen tagjai vagyunk, Gáspár Pali, Benzsós, Kocsai Gábor.
így van. Illetve még köztünk van még Csikós Mikos, aki valahol még éppen eszik, vagy tartózkodik valahol, igen, valahol itt van. A lényeg az, hogy este Benko Dixieland koncert lesz itt a strand területén, és mi előbb lejöttünk erre a találkozóra, kíváncsiak voltunk ezekre a régi veterán járművekre, és ha már itt vagyunk, akkor úgy gondoltuk, hogy közben egy kicsit zenélünk, egy kicsit hangulatot fokozzuk, hogy jó buli kerekedjen estére. Úgyhogy ez a kis felállás egyébként a Sparking Jack Band névre hallgat az a kis zenekar, és különböző nótákat, swinges nótákat, buli nótákat, mindenfélt, amit a közönség igényel, próbálunk játszani. Úgyhogy tulajdonképpen a nyár erről szól, és mi tavaly ugyanígy itt voltunk ezen a találkozón, ezen az automotoros találkozón, és a Fejes Karcsi barátunk, aki hívott erre minket, nagyon szívesen jöttünk, és jövünk is, remélem a közeljövőben is, jövőre is lesz majd ez a kis fesztivál, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, és az ellátás kitűnő, az idő az nagyon jó, Gulyás Ágyó az nagyon király, hideg sörök, szép lányok, motorok, autók, mi kell még több. Úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Jövőre, jövőre, aki most nem volt itt, és már eljön. Csoda dolgokból marad. Marad ki. Úgyhogy nagyjából ennyi, és estére pedig természetesen mindenkit várunk a Benko Dixieland koncertre. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm! Valószínűleg megelőzéssel együttes néhány tagját, akik folytatják majd örömzenélésüket, a játékok alatt is, mivel további jó szórakozással. 247 köpkentés, 5-ös kanónia utánfutóval. Utánfutója 67-ben gyártották az első szériák között található. Tehát is gyárt később ebből a tegerén készült. Azt mondja, mit mondják még a motorról. Pater, édesapám öröksége. Nehéz volt a levizsgáltatása, mert ugye 70-es évek előtt 70-ig átvették a jogosítvát, illetve a forgalmi járt, a szürkét, beletették a rendszámot és le kellett adni. Na most ugye erről dokumentum nem volt, hogy elvették, és így saját magamnak kellett azt igazolni, hogy a saját tulajdonot képezel a motorhoz, és egy forgalmi szakjátot tudok elmenni. Hát ugye aztán bennünk jövök, megütött el ember órá, gyerekkorom után, hát 64 óta mindig motorozott, és ilyen csodákat lehetett csinálni. Magyarország szép motorokat gyártott, de tarvult abba hagyni már. Azt mondom, talán Európa vagy világ elején is járhatnánk a motorgyártást. Mit mondjak még róla? Nem csak az egy mondom, még hat motorom, szintén magyar gyártmányra, kettőről német van köztük, szintén van újítva, autószvizsgával rendelkeznek. Ami még érdekelne. Nagyon szépen köszöntöm. Gondolom, hogy egyelőre még az ember az út, de a kis szelvény leadását a regisztrációnál, hogy itt ma igazi nagy megméretetése fog sor kerülni. Már az emelőben van tömeg, úgyhogy jó, majd amikor rájuk kerül a sor, akkor hasonló szakértelemmel ügyesen tudják ezt a feladatot. Ében már az első kerékcserével végzett, most folyamatban van a második kerékcsere, fantasztikusan csinálja, és mindenki belül bal vagy jobbkezesek, mert bizony arra is szükség lesz, hogy tökéletes. És kész! Tapsoljuk meg! Nagyon bátor volt, nagyon ügyes volt, mindjárt mondok egy időeredményt is, ez 7 perc, 43 másodperc. Tapsoljuk meg a bátor első jelentkezőnket, ha már is a csavarokon dolgozik, tehát itt egy összehangolt, finom munkát, ezt nyélbe lehet ütni, senki ne sem jármű találkozó.
És még azt is elmondhatják a bátor versenyzők, hogy hát egy nagyon régi Skodán, egy este. Hajrá Lili, bárkan teker csak. Na most lesz a vége. És már is robognak a második kerékhez. Tudáljál, miért mi is Zsulis? Akkor mi is de ott áll mellette. Elfértek az autónál. Még egy bújkát is! És utánuk pedig egy bátor kerékpáros, nagy batmentesen, ez nagyon-nagyon fontos. Lassan kész lesz a második kerékcsere is. Nézd, ami az! Az hova? Sikerülik, hova? Lilike is megpróbálja, szuper, megtörtént a második kerékcsere, jön a harmadik. A Balaton-Almádi rendőrkapitányságról érkeztünk, baleset megelőzési programot hoztunk, nagyon sok ilyen fesztiválra, falunapra, ilyen rendezvényen megjelenünk. Célunk az, hogy különösen egy ilyen közlekedési programon, mint a jármű találkozó, egy kicsit felelevenítsük a kressz ismereteket, lehessen tőlünk kérdezni, egy kis megelőzés is van benne, amikor ittas vezetéssel foglalkozunk. Nagyon népszerű program a részegszemüvegnek a kipróbálása. Közlekedési táblákat lehet vele kirakni, természetesen gyerekek részére is hoztunk programokat, hiszen a szülők általában családostól gyerekekkel együtt jönnek ki az ilyen rendezvényekre. Nagyon sok látnivalóval, érdekes dolgokat tapasztalnak a gyerekek is. Együtt játszanak a szülőkkel, és én úgy gondolom, hogy az együttes feladat megoldás külön jót tesz a családoknak. Nagyon szép, hogy és most tapsoljuk meg Németh Lilit és apukáját. Pontosan 8 perc volt. Tapsoljuk meg őket, mert ez nagyon-nagyon jó idő, főleg. És az a feladat, hogy fel kell ezeket szépen csavargatni. Na de hol lesz? Már lesz, hogy csak kérdés. Gagarin utcában. Gagarin utcában. Hány éves vagy? 7. És milyen volt a kerékcsere? Nagyon jó időt futottunk. Nagyon jó időt nyomtatok. További szép napot, és köszöntöm szépen a riportot. Mindegyik menetes. Szükség lenne, mert hogy itt tudnál rögtön. Balog Máté vagyok, Balatonfüstölyi lakos, én is jó magam is alapító tagja vagyok ennek a csodálatos szép Küszvői Veterán Egyesületnek. Most volt éppen a Skodánál egy kerékcsere versenyem, aminek most lett vége. Rendkívül jó időt sikerült véghez hoznom, egy 5 perc, 55 másodperces idővel. Most úgy néz ki, jelenleg az első helyen állok. Hát egy komoly ellenfelem van, aki a Niki Laudának volt a Box utcában annak idején, 76-ban, amikor elvesztette a világbajnokságot a kerékszerelője. Még őtőle tartok, de bízom abba, hogy az első helyet meg tudom tartani ebbe a kerékcserébe. Még egyszer kimondhatatlanul örülök annak, hogy egy ennyire jól sikerült egyesületi összeröfenésünk volt, egy veterános találkozónk. Rendkívül szép számban vettük, és nagyon sok csodaszép autó és motorkerék eljött és megmutatta a csodálatos gépjárműveiket. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Na, itt van 4 kedves jelentkező, 2 gyermek, egy úr és egy hölgy. Eléhez, hogy ő bár nem tudja, mert neki soha az életben nem volt Skodája, és tartok tőle, nem is lesz már, hogy ez mind jobb menetes csavar. Úgyhogy nagyon szépen megkérném, hogy a le, illetve felszerelésnél a kerékanyáknak a forgás irányára legyen olyan szíves és figyeljen. Nem kell megszakítani a kerékanyákat. Akkor nézd ki, nem húzzunk bele, 3,2 másodpercnél tart. Meg lesz. Húzzunk bele. Forduló, úgyhogy lelkiekben ott is drukkolunk. Hajrá, Korni. Dolgozott végig, mint egy gép. Testvére Tamara. 1, 2, 3. Picit gyakorolhatnak, jó? Tehát az a lényeg, hogy minél jobb kis hölgy, Bogi és Gerda az egyik táblán. Kis türelem, addig lehet gyakorolni. Köszöntök mindenkit innen Balatonfüstölről. Jó magam is. Igen, éppen egy Bordó Skoda S100-as típusú személygépkocsin. Cseréltünk kereket. Próbáljuk itt élesben. Szimborám Balog Máté versenytársam. Sikerült 7 másodpercet rávernem. Ugyanis, mint kiderült, ő nem Niki Laudának volt a szervi csapatában. Akkor, amíg megérkezett Máté, akit szeretettel köszöntöm. Máté, igen, én sajnos kikaptam 7
másodperccel a Monikától. Pedig ő volt a kihívó. Valóban én voltam a kihívó, de most ez azt jelenti, hogy másodpercenként egy dobos sört kell fizetnem, akkor, hogy számolom, ez két dobos sörönbe került ez a verseny. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül nívós versenyen lehetünk részt. Méltó ellenfelem volt. Úgyhogy azért ez egy komoly munka. Ezt a hétdobos sört meg szerintem megérdemli, mert tényleg... Nyilván megérdemlem. És mivel hét versenyről beszélünk, azért azt hozzá kell tennem, én szerintem a hét másodpercet pont azon nyerte meg a Kornél, hogy ő Babettával jött be a kerékcserére, én viszont gyalog. Akkor lassan tekerjük le. 1978-as Babetta csak arról árulkodhat, hogy nyerő széria. Gazdájában. Azért mondjuk te segíted el, remélem. Hát nem. Nagyon szépen köszönjük, és akkor bemutatjuk, hogy kik segítettek. Rajta. Drukkolással. No már is beindult a verseny. Hogy mazzad el azért jól reggedzőre mozdulatokra is kicsit van. A svájra beütetettem, hogy esetleg kapad. Most indulhat? Mert hogy harmadjára nem bírnak még, itt korodjanak azok a csavarok. Már oda kell a szemünket szerveszteség, azaz sok-sok időveszteség. Tenyérrel is lehet, akkor egyszerre forognak le. Kicsit suvok. Hát ez nagyon nagy izgalom, fej-fej mellett mennek itt az események. Szuper! Kell keresni. Nem mondom a részidőt, mert nem szeretném a versenyzőt. És most tett le, egy nagy tapsot kérünk Ágostonnak. És szerettek volna benevezni a csavarhajtó versenyre. 8 perc, 26 másodperc. Nagyon gratulálunk, ez egy jó időfutás volt. Gratulálok. És akkor... hogy a harmadik helyet sikerült meg is szereznünk. És amúgy már részt vettünk a rendőrségi feladatoknál is. Tehát a kerékcserében van emberünk benevezni. Kérni. Akkor hadd nézzek egy kicsit olyan fele. Kamerába, jó? Nagyon jól érzem magam is. És jó volt csavargatni. Jó volt csavargatni, és... És jövünk máskor is. Jövünk máskor is, és... Igen. És én most beszélnék nevezni a kocsi szerelő, vagy mit? Kerékcserevenségre, de arra nem merünk benevezni, mert anya nem tudja megcsinálni. Nagyon örülök, hogy az időjárás megkegyelmezett nekünk. A reggeli borongós esős idő nagyon szépre változott, és így lehetővé vált 5. alkalommal megrendeznünk a Balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozót. Véleményem szerint nagyon jól sikerült, elégedett vagyok magam részéről. Nagyon sok motor, autó érkezett, és nagyon lelkesek voltak a résztvevők. Aktívan részt vettek a ügyességi versenyekbe, a totókba és az egyéb ilyen szórakoztató játékokba. Nagyon jól sikerült a gulyáshágyéba főzött. Babgulyásunk is, úgyhogy mindenki meg volt elégedve. Ezután is szeretném megköszönni mindazoknak, a támogatóknak, szponzoroknak a közreműködését, akik egyáltalán lehetővé tették azt, hogy itt ilyen színvonalas rendezvényt tudtuk tartani. Nagyon szépen köszönöm.